A Fiat Chrysler 4,5 milliárd dollárt fektet be micsigen üzemeibe. A harmadik legnagyobb autógyártó ezzel 6500 új munkahelyet teremt az Egyesült Államok északkeleti részén. Az amerikai elnök köszönő üzenetben méltatta a cégcsoport döntését. Donald Trump twitteres bejegyzését árnyalja azonban, hogy a Fiat Chrysler azt is bejelentette, hogy mintegy 1400 munkahelyet megszüntett Illioni gyárában. Az indoklás szerint csökken a kereslet az ott készülő Jeep Cherokee iránt. A Michigani befektetések révén az amerikai autógyártó részben korszerűsíti üzemeit. Az investálás célja, hogy növelni tudja az Egyesült Államokban egyre keresettebb utcai terepjárók gyártását, valamint bővíti hibrid autóinak kínálatát.